akkor csak azt tudom mondani, hogy ő ahhoz nyújt most itt nekünk mankót, hogy azt meglássuk, hogy bennünk mi van. Hogy mi hogyan reagálunk azokra a képekre, amit ő elébénk rak. Mert ő benne még ez van. Mi bennünk pedig azok a reakciók, amelyek a képek láttán megfogalmazódnak bennünk. Kiállításokban szoktak címet adni meg, nevet írni az alkotások alá. Én nem tettem ezt meg, mert mint ahogy a Feri is beszélt róla, én mikor az én képen megszületett, akkor volt egy gondolatom, volt egy ihlet, ami miatt én megcsináltam a képet, de azt gondolom, hogyha megálltok, vagy megállnak a kép előtt, akkor mindenki más lát ezekbe a képekbe, és azt gondolom, hogy ez a jó. A nézők számára nyitott, hogy mit látnak bele egy-egy alkotásába. Ez hangsúlyozta ki az amatőr tájképfestő és kiállítás szervező. Bészékes Sára Szekszárdon született, jelenleg nyugdíjas, és nagy öröm számára, hogy festhet. Én nem értem rá. Fiatalkoromban sok minden mást, egyebet csináltam, a szakmám is más, és készültem, hogy majd nyugdíjas leszek, és ezért kezdtem el 56 évesen festeni. És akkor már volt galériám, tehát akkor már működött a galériám Szekszárdon, és kiállítottam az amatőröknek, mert akkor sem, mint ahogy most sem férnek be a műfázakba, vagy egyéb olyan helyekre az amatőrök, ahova más művészek, akik ezt tanulták. Mi lassan tanuljuk meg kétszer-háromszor ennyi idő alatt, amit ők megtanultak 6 év alatt. A lényeg az, hogy nem jutunk el, és én ezért hoztam létre a galériám, hogy az amatőrök bejussanak. Ezért minden hónapban szervezek új és új kiállítást a kiállítóknak. És akkor úgymond megirigyeltem őket, és úgy gondoltam, hogy na hát én is szeretnék megpróbálni. Nem is csak azért megpróbálni, hanem eljutottam arra az időre, mikor már nekem a gyerekem felnőtt, mert itt van a fiam, 43 éves, az unokám felnőtt már, tehát nem kellett róla gondoskodni, és maradt egy csomó szabadidőm. Tehát ezt az űrt próbáltam egy olyan dologgal kitölteni, ami nekem örömet és boldogságot szerez, és erre próbáltam meghívni azokat az embereket, akik unatkoznak, vagy betegek, vagy nem érzik jól magukat, és egy fél óra boldog fél órát adni nekik. 2010-ben kezdett el olajjal festeni, utána ismerkedett meg a kréta és pasztel technikákkal, de ahogy mondta, itt nem állt meg. Nem állt meg egy bizonyos technikán, hanem mivel én szeretem kipróbálni magamat, és úgymond újabb és újabb technikákat elsajátítani, vagy úgy mondanám inkább, hogy egyedi dolgot létrehozni, ezért én tovább mentem, és megcsináltam ezt az úgynevezett öntés technikát, ami tulajdonképpen nagyon-nagyon jó a léleknek, a testnek, mert borzasztó színes és csodálatos dolgokat lehet vele művelni. Én olvastam, hogy az olajfestékről átadott. Igen. És az akrilról jött el, tulajdonképpen ez az öntés, mert az akril egy nagyon gyorsan száradó anyag, és jól lehet vele dolgozni. A másik meg, hogy eljárok én is szakkörökre, különböző művészeket, és a szakköri termekben nem lehet olajat és az oldószerei miatt használni, mert tűzveszélyesek, és kénytelenek vagyunk olyan anyagokkal festeni, ami hát, abár nekem az olaj az igazi, és ma is festek olajjal, de hát kénytelen voltam az akrillanek tanulni festeni. Csak hát én nem maradtam a hagyományos klasszikus stílusnál, hanem elmentem egy kicsit az absztrakt felé, úgymond, mert ezek egy kicsit elvontak és absztrakt. Egy évvel ezelőtt találkozott Budapesten az öntés technikával. Az ősi technikát régen is alkalmazták a franciák és a kínaiak, csak más adalékanyagokat adtak hozzá a festékhez. A végeredményt csak a kézügyesség, a fantázia és a hozzáadott anyagok különlegessége határolja. Az öntéstechnika jó stresszoldó, nem unalmas, és segít az elmének, hogy világos és semleges legyen. Például az a háborgó tengert, mikor csináltam, nem tudom, az másnak mit mond nekem egy háborgó tenger, az látszik, hogy a fehér, a zöld, az ultramarin színből van összeöntve egy pohárba. Tulajdonképpen beleöntöm egy műanyag pohárba egymás után a festékeket többször egymást követve. És akkor, mikor ez szépen összeáll, nem csinálok vele semmit, nem keverem össze, hagyom, akkor hozok egy vásznat,
vagy egy faros lemezt, ami le van alapozva, és egyszerűen ráöntöm a lemezre, attól függ, hogy mit akarok csinálni. És akkor egy olyan alag, és akkor elkezdek játszani, elkezdem hintáztatni tulajdonképpen a vásznak. És akkor hát lesz belőle egy háborgó tenger, vagy egy tengermély, ami ott van mögött. Csak ott megint más színek vannak. Tehát nincsen összekeverve a szín, csak egymásra van öntve. Tehát az, mint írtam a kis ismertetőmbe is, hogy játék a színekkel egy pohárba. Így tudom legrövidebben jellemezni. Én a tisztító tüzet azért csináltam meg, mert háborgott a lelkem, mert úton útfélen sérült a lelkem, mert olyan külső hatások értek, ami nekem nem tetszett. Így tudom kifejezni. Megcsináltam a tisztító tüzet, mert úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi kellene az embereknek. Bocsánat, idézőjelben, ez lehet, hogy egy kicsit nagy szó, de én ezt így képzeltem akkor. És mindenki más lát benne. Én azt, mert azt akartam. Akkor nem kiírjam, kifesti magát. Igen. És mit üzen a nézőnek? Megnézik a képeit. Mit lássanak be, vagy mit gondolkozzanak el? Én azt gondolom, hogy a néző, mikor odáll a kép elé, azt lássa, amit ő szeretne látni, ami az ő lelkének, szívének jó. Nem kell, hogy ő azt lássa a képbe, amit én látok. Tehát ezért nem is írtam fel a címét, ha bár minden képnek ott a cím. Azt lássa, amit ő akar. Bátaszéken a festő kiállítása október végéig tekinthető meg a helyi Petőfi Sándor művelődési házban.